Az év végéig nem kell fizetni a hiteltörlesztéseket, a kormány a járvány miatti gazdasági intézkedésekről döntött. Sok kilométeres sorok vannak Európa szerte, így a magyar határokon is az utazási korlátozások miatt. Egyre többen szólítanak fel arra, hogy mindenki maradjon otthon, mert csak így lehet megvédeni az időseket. Van és lesz is elég élelmiszer és gyógyszer, a termelők és a patikusok szerint is fölösleges a fölhalmozás. Ez a Híradó fél nyolctól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Az év végéig semmilyen hitelt nem kell fizetni, egyebek mellett ezt jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus járvány miatt hozott gazdasági és munkahelyvédelmi intézkedéseket ismertetve. A kormányfő beszélt arról is, hogy a már most súlyos gondokkal küzdő turizmusban, vendéglátásban, szórakoztatóiparban, a sport és kulturális szolgáltatások területén, valamint a személyszállításban is több kedvezményt tesznek. Magánszemélyek és vállalkozások, minden magánszemély és minden vállalkozás mai napig megkötött hiteleinek tőke és kamat fizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztjük. Idén semmilyen hitelt nem kell törleszteniük a magánszemélyeknek és a vállalatoknak sem, jelentette be Orbán Viktor a kormányülés szünetében a Facebook oldalán. A miniszterelnök a koronavírus járvány miatt hozott további gazdasági, munkahelyvédelmi intézkedések között ismertette, hogy a rövid lejáratú vállalkozási hiteleket június 30-áig meghosszabbítják. A csütörtöktől felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a jegybanki alapkamat plusz 5%-ban maximálják. A kormányfő szólt arról is, hogy a kabinet segítséget nyújt azoknak az ágazatoknak, amelyek most súlyos helyzetbe kerültek a koronavírus járvány miatt, mint például a turizmus, a vendéglátás, a szórakoztatóipar, a sport és a kulturális szolgáltatások, valamint a taxisok. Itt, ebben a körben, ezekben a szektorokban, a munkáltatók járulék fizetési kötelezettségét teljes egészében elengedjük, a munkavállalók járulékát jelentősen csökkentjük, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, és az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken. Mindez egyelőre június 30-áig. A katázó taxisoknak sem kell június 30-áig általányadót fizetniük, tette hozzá Orbán Viktor. Kiemelte, a szóban forgó ágazatokban a helyiségek bérleti szerződéseit sem lehet felmondani, és a bérleti díjakat nem lehet megemelni. Emellett június 30-áig nem kell fizetni az érintett vállalkozásoknak turizmusfejlesztési hozzájárulást. Hozzátette, rugalmasabbá tették a munkavállalási szabályokat. A most született döntések részlet szabályait csütörtökön teszi közzé a kormány. Ennek kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta, eljött az ideje, hogy a járványügyi és az egészségügyi döntések mellett gazdasági döntéseket is hozzanak. A veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt 7 nap alatt megszerveztük Magyarország kollektív önvédelmét, a közös védekezést a világjárvánnyal szemben. Az egészségügyi döntésekről, a járványügyi döntésekről folyamatosan tájékoztattuk önöket, és ez ezután is így lesz. Az operatív törzs, az akciócsoportok és a járványügyi szakemberek 24 órában dolgoznak, döntenek és tájékoztatnak. A kormányfő kiemelte, a gazdasági döntésektől azt várják, hogy azok meg tudják védeni a munkahelyeket. Ahogy fogalmazott, megtanultuk az elmúlt 10 évben, hogy ha munka van, minden van. Munkaerő nélkül nem lehetséges a turizmus működésének helyreállítása, erről beszélt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója nem sokkal a miniszterelnök bejelentése után. Guller Zoltán arra kéri az ágazat szereplőit, törekedjenek arra, hogy tartsák meg a munkavállalókat. A magyar kormány mai döntése a turizmus vendéglátás ágazatban azt a célt szolgálta, hogy az ágazatban dolgozó 400 000 ember közül minél többen megtarthassák a munkájukat. Munkaerő nélkül nincsen turizmus helyreállítása. Arra kérem az ágazat szereplőit, hogy törekedjenek arra, hogy tartsák meg a munkavállalókat.
A DK szerint a járulékok csökkentésén túl a kormánynak egy bérgarancia alapot kellene létrehoznia azokban a szektorokban, ahol a legtöbb munka szűnik meg a járvány miatt. Az LMP 7 pontban egészítené ki a miniszterelnök gazdasági bejelentését, a párt az egészségügyi és a szociális dolgozók béremelését sürgeti. A Jobbik szerint pedig a hiteltörlesztések felfüggesztése mellett számlabefizetési moratórium is kellene. Ma ismét órákra megbénult a forgalom Hegyeshalomnál a magyar-osztrák határon. A koronavírus miatt ugyanis tömegével indultak haza a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások, de Magyarországra csak a magyar állampolgárok léphetnek be. Tiltakozásul az osztrák oldalon bolgárok, románok, ukránok és macedónok állták el az utat. Éjszaka a magyar kormány lehetővé tette a bolgároknak és románoknak, hogy áthajtsanak az országon, de aztán újra feltorlódott a sor. Napközben részben újra átengedte a külföldieket Magyarország. A román és bolgár állampolgárok este 9 és éjfél között léphetik át a határt Hegyeshalomnál. Magyarország betartotta ígéretét, és röviddel kedd este 9 óra után megnyitotta az Ausztriával határos határátkelő helyeit, hogy az ott feltorlódott román és bolgár vendégmunkások haza tudjanak utazni. Mivel hétfő éjféltől csak magyar állampolgárok és azok családtagjai léphetnek be Magyarországra, ezért a külügyminisztérium egy egyszeri áthaladást biztosított a két ország több mint 3000 állampolgára számára. Az M1 tudósítója a hegyeshalmi határátkelőről este 10 órakor azt jelentette, a magyar hatóságok folyamatosan és szervezetten engedik át a gépjárműforgalmat. Hogy gyorsabban menjenek itt a dolgok, külön is szedték az autókat, tehát külön sávon haladhatnak a bolgárok, a románok és külön a magyarok is. A kijelölt humanitárius folyosón egész éjszaka kisebb-nagyobb konvojokban haladtak a személyautók és a kamionok, egészen a csanádpalotai határátkelőig. Itt újra megtorpant a forgalom, a román határrendészet ugyanis csak lépésben engedte be állampolgárait az országba. Hajnalban a köztévé tudósítója megint arról számolt be, hogy áll a forgalom Hegyeshalomnál. Ausztria irányába 10, Magyarország felé pedig legalább 28 kilométeres sor torlódott fel. Később kiderült, az osztrák oldalon ezúttal ukrán, szerb és macedon vendégmunkások vették blokkád alá a közutat, de szép számmal akadt közöttük még román és bolgár nemzetiségű is. Reggel 5 óra óta várakozunk, az a helyzet, hogy a bulgárok önkéntesen az osztrák felén lezárták a pályát, és nem engednek forgalmat. Magyarok, románok mindenkinek külföldön volt a munkahelye. Most aztán lezárják 4-5 hónapig, lezárva, mit csinálnak szegények. Napközben többször is pattanásig feszült volt a helyzet. A vendégmunkások időnként gyalogosan indultak neki a határnak, akiket a magyar rendőrök tartottak vissza. Egy idő után azonban már Magyarországról sem lehetett kilépni Ausztriába, mert a vendégmunkások elállták az utat. Az M1-es autópályán több mint 10 kilométeres sor torlódott fel. Ausztriába tartunk, kollégáink ott állnak egy hűtős kamionnal, őket szeretnénk leváltani. Itt körülbelül egy 2 óra hosszája állunk, az M1-es autópályán, ott meg az előző több óra hosszát vártuk végig. Az Ausztriában rekedt magyarok és hozzátartozóik tömegével írtak a Facebookon a Hegyeshalmi zárt csoportban. Volt olyan poszt, amiben a családtagok idős hozzátartozójukért aggódtak. Azt írták, rokonuk kedd délóta veszteg el a blokkádban, autója lerobbant és már a telefonját sem tudja tölteni. Arra kérték a jóérzésű embereket, segítsenek neki hazajutni Magyarországra. Az osztrák rendőrség próbálta nyugtatni a határon rekedt több ezer autóst. Igyekeztek átirányítani a forgalmat más határátkelőkre is, de nem sok eredménnyel. Szóvivőjük arra hivatkozott, hogy mindenkit egyesével kell ellenőrizniük. A dugót egyelőre nem tudtuk feloldani, technikai okok miatt sem, de dolgozunk a helyzet megoldásán, és szeretnénk megnyugtatni a kedélyeket azzal, hogy élelmet és vizet osztunk. Orbán Viktor miniszterelnök többször is megszakította a szerdai kormányülést, mert egyeztetett európai kollégáival, így a bolgár, a román kormányfővel, valamint az osztrák kancellárral is. Az operatív törzs tájékoztatóján híradónknak Lakatos Tibor azt mondta, a külföldi vendégmunkások továbbra is csak ellenőrzött körülmények között léphetnek be Magyarországra, és csak azokat engedik át a humanitárius folyosón, akiket saját országuk is befogad. Ma az egyeztetések, a kétoldalú egyeztetések következtében szerb állampolgárok is átutazhatnak ugyanilyen ellenőrzött körülmények között az országon. A többi ország vonatkozásában természetesen azzal az adott állammal kell egyességre jutni, mint kormányzati, mint
pedig rendőri szinten, akiknek az állampolgárait el kell, hogy döntse a saját ország, hogy beengedje vagy sem. Szijjártó Péter szerda este Facebook oldalán jelentette be, egyeztetett az ukrán külügyminiszterrel, akivel abban állapodtak meg, hogy mindaddig, amíg ők beengedik Ukrajnába a saját állampolgáraikat, addig Hegyeshalomnál este 9-től reggel 5-ig az ukránok is beléphetnek Magyarországra. Ellenőrzött körülmények között meghatározott útvonalon mehet át a tranzitforgalom át Magyarországon keresztül. Mutatjuk most a fontos útvonalakat, hogy miket használhatnak itt a következő napokban az ilyen utazók. A legkritikusabb szakasszal kezdünk, mutatjuk, ezt sárgával jelöltük a térképen. Ez ugye az osztrák határnál, Hegyeshalomnál indul, és vezet az M1-es autópályán egészen a főváros felé. Aztán Budapestnél az M0-áson átfordul rá az M5-ös autópályára. A Szerbiába tartók ugye Röszke irányába hagyhatják el az országot, azok pedig, akik Romániába indulnának, Szegednél rátérnek az M43-as útra, majd Csanádpalotánál hagyhatják át az országot. A vendégmunkások tömege miatt napközben ugye a csanádpalotai határátkelőnél is nagy fennakadás voltak. Ez a sárgával jelölt út tehát az úgynevezett humanitárius folyosó, ahol a vendégmunkások haladhatnak. Az útvonalon bejelöltük egyébként ezeket a benzinkutakat, csak ezeken a pihenőkön és benzinkutaknál állhatnak meg az utasok. A többi zölddel jelölt út pedig már azt jelöli, ahol az országon átmenő teherforgalom haladhat. Jól látszik, hogy csak az autópályákra korlátozódik ez a forgalom. Az áruszállítókra is ugyanazok a feltételek vonatkoznak egyébként, mint a vendégmunkásokra. Ők is tehát csak a kijelölt utakat használhatják, csak a megjelölt benzinkutatnál tarthatnak pihenőt, és a térképen is jelzett határátkelőkön hagyhatják el az országot. És lássuk, hogy akkor a kritikus helyen most mi a helyzet. Kapcsolunk élőben Hegyeshalomra, továbbra is ott van tudósítónk Horváth Gábor. Szervusz, felgyorsult-e esetleg a haladás? Jó estét kívánok! Olyan szinten felgyorsult a haladás, hogy ezekben a percekben mindösszesen 2-3 autó áll itt mögöttem a hegyeshalmi határátlépési pontnál. Egész pontosan 2, az egyik már be is lépett a kikérdezés után. Úgyhogy most jelen pillanatban személyautó, illetve kis teherautó nem várakozik Hegyeshalomnál, de ugye nyilván ez percről percre változik. A 6 órási bejelentkezéskor akkor még innen 250-300 méterre voltunk egy másik pontnál, ahol könnyebben vissza tudják fordítani a rendőrök azokat az állampolgárokat, akik nem jöhetnek be. A teherautóforgalom viszont szintén továbbra is torlódik, mármint ami Magyarországra lépne be. Van olyan kamionos információnk, amelyik azt írta, mondta, hogy a bécsi olajfinomító környékén, a Hegyeshalomhoz képest ez nagyjából 50-60 kilométerre lehet, onnantól már torlódnak a kamionok. Folyamatosan léptetik be őket is a határba, de természetesen a kérdéseket föl kell nekik tenni, és a vizsgálatokat, amiket ilyenkor szükséges kikérdezéseket el kell végezzék. Folyamatosan jönnek a kamionok, de az biztos, hogy ott hatalmas torlódásra lehet számítani, de most jelen pillanatban személyautó nem várakozik beléptetésre itt Hegyeshalomnál. Jó hírek ezek, Horváth Gábornak köszönjük szépen, és megyünk át már az ország másik felébe, Csanádpalotára, ahol ugye a román és a bolgár vendégmunkások hagyhatják el az országot. A helyszínen van tudósítónk Horváth Szabolcs, szervusz, ugye nagyon lassan ment a kiléptetés tegnap éjszaka óta, most éppen mi a helyzet? Szervusz, kellemes estét kívánok a nézőknek. Hát sajnos jó hírekkel nem tudok szolgálni. Elsőként azért kezdenénk szerintem ezzel a kamionos vagy teherautó forgalommal. Az előző bejelentkezésünkkor egy legalább 15 kilométeres sor volt feltorlódva, de lehet, hogy 20. Na hát ez most is igaz, és szintén nagy problémát jelent, és nagy problémát okozhat az is egyébként, hogy vannak olyan kamionsofőrök, akik megpróbálnak átmenni a személyautók sávjába, és ezzel lassítják az átkelést, úgyhogy ez problémát jelent, illetve ugye azt is tudjuk, hogy a személyautó forgalom a szintén a kilépésnél legalább egy olyan, azt mondják, hogy 4 óra várakozásra lehet számítani. Ugye itt is a vizsgálatok folyamatosan zajlanak. Ez is lehet, ami lassítja magát az átkelést, magát az átlépést. Ugye itt is ezzel az infravörös hőmérővel nézik meg a testhőmérsékletet, illetve egy-két kérdést tesznek fel, űrlapot töltenek ki, illetve aki átmegy a határon, és román állampolgár, és természetesen nem találtak nála semmi vírusra utaló nyomot vagy problémát, őket az ottani hatóságok a saját lakhelyükre kísérik. Egyébként talán ami pozitívan elmondható, hogyha valaki esetleg magyar állampolgár is itt határainkon túlragadt, akkor nagylakról várakozás nélkül viszont be tud jönni hazánkba.
Horváth Szabolcsnak köszönjük szépen. És nem csak Magyarországon, de egész Európában hatalmas fennakadások vannak és voltak is a mai nap a határokon. A legtöbb ország lezárta a határait a külföldiek előtt, és ellenőrzik is a belépőket. Az egyik cseh határátkelőnél több mint 50 kilométeres volt a kocsisor reggel. Torlódás volt a francia-svájci és a francia-spanyol határon is. Több 10 kilométeres dugó alakult ki szerdára, viradóra, ennél a Németország és Lengyelország közötti határátkelőnél, miután a lengyelek is bevezették az ellenőrzést a koronavírus miatt. Minden autós és kamionos papírjait egyenként ellenőrzik, és megmérik a sofőrök testhőmérsékletét is. Kész tragédia a helyzet. 17 órát várakozunk itt, sehol sincs például a közelben egy vécése. Kész őrület, mondta az egyik autós. A legközelebbi településről önkéntesek vittek egyebek mellett vizet és almát az átkelőnél várakozó autósoknak. Összefogtunk, és a rendőrség is segített nekünk, hogy enni és innivalót tudjunk osztani a rászorulóknak, mondta az egyik önkéntes. Ezek a képek már szerdán reggel készültek a cseh-lengyel határon. A helyzet itt is nagyon hasonló volt. Több mint 50 kilométeres dugó alakult ki a cseh oldalon. Napközben Lengyelország három másik átkelőt is megnyitotta a közelben, hogy átterelje a forgalmat. Az intézkedésnek köszönhetően napközben ezen a határszakaszon javult a helyzet. Délután már csak 10 kilométeres sor várt az átkelésre. A francia-svájci határon is több ezer francia vendégmunkás ült órákig a dugóban kedden. Az országba csak a svájciak léphettek be, vagy akik ott dolgoznak. Svájcba pedig rengetegen járnak át pénzt keresni. A kórházi ápolók 60%-a például francia. Ez óriási probléma. Már 7-től dolgoznom kellene, és most 9 óra 18 van. Korábban ez az út 45 percig tartott, most pedig már 3,5 órája jövök. A betegeim várnak, és a kollégáim is, mondta az egyik francia vendégmunkás. A spanyol-francia határon is szigorúan ellenőrizték az autósokat. Visszafordították azokat, akik engedély nélkül akartak belépni az országba. Spanyolországba is csak a spanyolok léphetnek most be, vagy azok, akik ott dolgoznak. Két hétig ne hagyja el az otthonát, csak ha bevásárolni vagy patikába megy. Rendszeresen moson kezet, és ha kilép az utcára, viseljen maszkot. Utasította ez a rendőr a határon várakozó sofőrt. Európában most Olaszország mellett Spanyolországban a legsúlyosabb a helyzet a koronavírus miatt. Egy éjszaka alatt megduplázódott a halálos áldozatok száma, és már több mint 11 ezer fertőzöttről tudnak. Külön géppel holnap hozza haza a külügyminisztérium a Marokkóban rekedt magyarokat, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, a koronavírus elleni küzdelem jegyében Marokkó a továbbiakban nem engedélyezi menetrend szerinti repülőjáratok közlekedését. Ennek következtében több tízezer külföldi, köztük 146 magyar rekedt az afrikai országban. Panamából pedig 11 magyart kell hazahozni. Tisztelettel arra kérek minden külföldön tartózkodó honfitársunkat, aki persze haza szeretne jönni, hogy azt tegye meg minél előbb, ugyanis a polgári légi közlekedés korlátozásainak nyomán lehet, hogy a hazautazás egy-két napon belül teljes mértékben ellehetetlenül. Minél hamarabb térjenek haza. Erre kérte a külgazdasági és külügyminiszter azokat a magyarokat, akik visszautaznának Magyarországra. Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, a koronavírus miatt a menetrend szerinti polgári légi közlekedés lehetőségei egyre szűkülnek. Úgy fogalmazott, elképzelhető, hogy a korlátozások miatt egy-két napon belül teljesen ellehetetlenül a hazautazás. Így van ez Marokkó esetében is, ahol 147 honfitársunk rekedt ott azok után, hogy Marokkó megtiltotta a polgári menetrend szerinti repülést a repülőterein, már csak külön gépeket fogadnak, azokat is csak néhány napig, mi is küldünk egyet. Tegnap sikerült megállapodnom a marokkói külügyminiszterrel, hogy a holnapi nap folyamán kap a magyar különgép leszállási, berepülési engedélyt Marrakesh repülőterére. Sikerült 11 magyart kimenekíteni egy panamai fesztiválról, közölte a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel. Magyar Levente tájékoztatása szerint a helyi fegyveres erők lezártak egy zenei fesztivált Panamában a koronavírus járvány miatt. A rendelkezés
rendezvény résztvevőit, köztük 11 magyar állampolgárt karanténba zártak a hatóságok. Azonban a panamai konzuli iroda magyar diplomatái sikeresen közbeavatkoztak és kijuttatták a magyarokat a karanténból. We had today a video conference. A határok átjárhatósága volt a témája kedd este az Unió állam és kormányfőinek veszélyhelyzeti videokonferenciáján. Az egyeztetést követően az európai tanácselnöke Charles Michel közölte, a tagállamok vezetői elfogadták az Európai Bizottság javaslatát a 30 napos beutazási tilalom elrendeléséről. Azért, hogy korlátozzuk a vírus terjedését, megállapodtunk abban, hogy megerősítjük külső határainkat azáltal, hogy 30 napos időtartamra összehangolt ideiglenes korlátozást alkalmazunk a nem alapvető fontosságú beutazásokra, jelentette ki Charles Michel. Az egy hónapos beutazási tilalom minden nem európai állampolgárra vonatkozik, kivéve a hosszú távú tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekre, a diplomatákra, valamint azokra, akiknek a családtagjai uniós állampolgárok. A tiltás csak a személyforgalmat korlátozza, az áruforgalom továbbra is zavartalanul folytatódhat. Folytatja a kormány a tájékoztató kampányát. Újabb kisfilmek készültek, hogy megfékezzék a koronavírus terjedését. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a legjobb megelőzési mód, hogyha otthon maradunk és nem megyünk közösségbe. Az országos tisztifőorvos együttműködést kért mindenkitől, ugyanis csak így lehet megállítani a fertőzést. A kapu zárva, az udvar üres. Sebe nem lehet menni, se ki nem lehet jönni ebből a mosonmagyaróvári idősek otthonából. Szerdától kijárási tilalmat vezettek be az ország összes szociális intézményében. A játszóterek, sportpályák, a mozik, színházak, szórakozóhelyek zárva vannak. A vendéglátóhelyek, üzletek délután 3 óráig tarthatnak nyitva. Az a cél, hogy minél kevesebben legyenek egy helyen. Azokat a tanácsokat, amik elhangzanak, kérem, hogy tartsák be. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján kiemelten kérte az embereket, hogy legyenek fegyelmezettek és tartsák be a szabályokat. A fiatalok ne lézengenek csoportosan, és az idősek sem menjenek ki az utcára. Müller Cecília hangsúlyozta, nem tudják megakadályozni a fertőzés terjedését, ha a lakosság nem működik együtt. Még mindig nagyon sok idős embert látunk a tömegközlekedési eszközökön, az utcákon. Tisztelettel kérem őket, fogadják meg a tanácsainkat, hiszen aggódunk értük, és ők azok, akik egy megbetegedés esetén a leginkább súlyos lefolyásnak vannak kitéve. Mindenki vegye nagyon komolyan a járványt, mert itt van az az időpont, amikor a csoportos terjedés lehetősége adott. Az egész ország területéről vannak igazolt eseteink. A koronavírus megelőzésének leghatékonyabb módja az, ha otthon maradunk. Erről beszélt a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvívője az M1-en. Farkas Őrs kiemelte, mindenki közös felelőssége a járvány megfékezése. Magánemberként a leghasznosabb, amit tehetünk, hogyha otthon maradunk, hogyha arra törekszünk, hogy a munkánkat azt adott esetben otthonról tudjuk ellátni, ha arra törekszünk, hogy azok a gyerekek, akik egyébként otthon maradnak az iskolai látogatási tilalom miatt, ők valóban otthon maradjanak, és ne egyébként más közösségbe járjanak, és nyilvánvalóan csökkenteni kell minden olyan találkozási lehetőséget, amely lehetőséget ad arra a vírusnak, hogy terjedjen. Újabb figyelemfelhívó videókat jelentett meg a kormány, hogy lassítsa a koronavírus terjedését. Az egyikben Györfi Pál a mentőszolgálat szóvívője ad további tanácsokat a koronavírus megelőzéséről. A tájékoztató kampány célja az, hogy az emberek megértsék, minimalizálni kell a személyes kapcsolatok számát. Kerülni kell a nagyobb közösségeket, a társaságokat. Legalább 1-2 méter távolságot kell tartani másoktól. Lehetőség szerint a szűk családi találkozókon kívül minden más halasszunk el. És azt is kérjük az emberektől, hogy otthonaikat csak akkor hagyják el, ha munkába mennek, bevásárolnak, vagy másoknak segítenek. Tudjuk, hogy ezek nehéz döntések és lemondással járnak, de csak így tudjuk elkerülni az egészségügyi rendszer túlterhelését. Ha meghozzuk ezeket a döntéseket, életeket menthetünk. A tájékoztató videókat folyamatosan töltik fel a koronavírus.gov.hu közösségi oldalára, ahol több más hasznos információ is megtalálható.
Napok óta kéri a kormány, az operatív törzs és egészségügyi szakemberek is, hogy akinek nem muszáj, ne hagyja el otthonát, viszont úgy tűnik, mint hiába rengetegen töltötték a napot a szabadban. Szerte az országban sokan piknikeztek, sportoltak vagy kávézgattak, miközben rajtuk is múlik, hogy sikerül-e lelassítani a vírus terjedését. Mutatjuk, hogy hol mit tapasztaltak kollégáim. Voltak, akik kerékpároztak, mások pedig a tavaszias időjárást élvezték a padokon pihenve Nyíregyházán. Védőmaszkot csak elvétve lehetett látni a járókelőkön. Láttam babakocsit tologató szülőket, igazából iskolás korú gyerekekkel sétálgató szülőket, időseket, fagylaltozókat, és ami a számomra legmegdöbbentőbb, van, aki tényleg még mindig hajlandó beülni egy kávézóba és nyugodtan beszélgetni. A veszélyhelyzet ellenére Miskolcon is sokan tartózkodtak a szabadban. Domonkos Zsófia csak az indokolt bevásárlás miatt jött ki az utcára. Szerinte komolyabban kellene venni a kialakult helyzetet. Sok minden lehet, az iskolánk is, és ugye védjük ugye bár az időseket, csak ha ők maguk se akarják, akkor elég nehéz, mert ők is ugye kimászkálnak az utcára. Az M1 Miskolci tudósítója is arra hívta fel a figyelmet, hogy aki teheti, maradjon otthon. Tekintsenek el attól, hogy most rájuk szakadt egy kis szabadidő, amikor el lehet menni találkozni a barátokkal, kicsit pihenni lehet. Tekintsenek el attól, hogy itt a jó idő végre is ki lehet jönni a szabadba. Persze a szabadba kijönni jó, de nem arra való most ez az időszak, hogy a barátokkal együtt kávézzanak vagy sétáljanak a főutcán. Míg a Balaton partján többen napoztak, addig a Velencei tónál voltak, akik sportolással töltötték szabad idejüket. Csordás Katalin csak arra az időre jött ki otthonából, amíg megsétáltatta házi kedvencét. Próbáljuk teljesen komolyan venni. Nem megyünk sehova, önkéntes karantén van. Ha nagyon muszáj, a boltba megyünk el, meg a gyógyszertárba, máshova sehova. Több mint egy méter állunk egymáshoz. Ez pedig már Budapest, ahol akkora volt a forgalom a római parton, mint egy meleg tavaszi hétvégén. Császár Attila, az M1 tudósítója arról számolt be, hogy szinte minden korosztályt látni lehetett délután, a kisgyermekektől az időskorúakig. A koronavírus egyik legfontosabb és legveszélyesebb része az, hogy cseppfertőzéssel viszonylag gyorsan terjed, sőt meglehetősen gyorsan terjed. Maszkot sem viselnek, tehát semmiféle óvintézkedést nem látok, tapasztalok itt az embereknél. Sőt, azt kell mondanom, hogy a gyerekeknek, akiknek most egyébként ott kéne talán ülni a számítógép előtt, és éppen a leckéjükkel kellene foglalkozni, hát ők is itt bringáznak, sétálnak, labdáznak a szülőkkel egyetemben. A leghatékonyabb ismert módja a védekezésnek a terjedés ellen a személyes találkozások kerülése. Láthatóan ezt nem fogadták meg az emberek. A főváros több pontján ugyanis kirándulókkal lehetett találkozni. Nagyon sok ember van, piknikeznek, labdáznak, itt fiatalok, idősek, gyerekek vannak, örülnek együtt a jó időnek. Teszik ezt annak ellenére, hogy a kormány, az operatív törzs és egészségügyi szakemberek is felhívták a figyelmet arra, hogy bizony a koronavírus, mint világjárvány, nem csak hogy megjelent hazánkban, hanem rohamosan terjed is. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősekre veszélyes leginkább az új koronavírus. Ezért a 70 év felettiek mindenképpen maradjanak otthon. Sportolók, művészek és ismert emberek is egymás után csatlakoznak a Maradj Otthon kampányhoz. Mindannyian ugyanazt kérik, odafigyelést és együttműködést az emberektől, hogy megállítsák a járványt. Azt mondják, igazán nem sok, amit tenni kell, mindenki maradjon otthon. Dear helper friends. Drági neviace. Kedves szurkolók. Közösségi oldalán üzent a szurkolóknak a szegedi férfi kézilabda csapat. Most nagyon nehéz hetek elé nézünk. A játékosok a koronavírus miatt összetartásra, otthonmaradásra és alapos kézmosásra buzdítanak. Azt kérjük, hogy maradjatok otthon, vigyázzatok a családotokra, és mindig alaposan mossatok kezet. Maradjatok otthon, és legyetek türelmesek. A koronavírus mindenki életét most megnehezíti, így az enyémet is. Gyurta Dániel is otthonmaradásra kéri az embereket, közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszél, hogy kerüli a nyilvános helyeket, s átmenetileg a barátaival sem találkozik. Csak a legszükségesebb esetben megyek el otthonról, például, hogyha élelmiszert kell vennem. Kérlek benneteket, figyeljetek erre ti is oda, hiszen ezzel tudjuk megállítani a vírusnak a további terjedését. Vigyázzunk egymásra! Az olimpiai bajnok videója alá azt írta, se baráti összejövetel, se nagyszülők látogatása ne férjen most bele, mert ez az egyetlen módja a koronavírus megállításának. Minden hang, minden felszólaló, aki ezt a saját csatornáin megteszi és megtette,
hogy minél szélesebb körben eljutassuk azt a fontos üzenetet, hogy mennyire nagy jelentősége van annak, hogy tényleg maradjunk otthon, és hogy minél kevesebb emberrel érintkezzünk. Azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon számít, és legfőképpen azért, mert egy olyan helyzettel kell szembenéznünk, egy olyan helyzettel kell megküzdenünk, amivel még korábban nem kellett. Ismert emberek, sportolók és művészek állnak ki az otthonmaradás fontossága mellett. Sorra osztanak meg figyelemfelhívó videókat. Az elmúlt évtizedekben megtanultam, hogy az egészségnél nincs fontosabb. Bodrogi Gyula, a Nemzet színésze, a legveszélyeztetettebb korosztályt kéri nagyobb odafigyelésre. A koronavírus leginkább az idősekre, valamint a krónikus betegségekbe szenvedőkre veszélyes. Ezért nekünk fokozottan kell vigyáznunk egymásra. Hívjuk fel szeretteink, barátaink figyelmét is a megelőzésre. Vigyázzunk egymásra. Kovács András Péter humorista sajátos stílusban szólalt fel, egy repdalt írt az otthonmaradóknak. A karantén slágert már több mint 800 ezeren látták. Maradok itthon, itthon maradok, te meg otthon, vírust át nem adok. Maradok itthon, itthon maradok, maradunk a maradunk, hajrá magyarok! Egyre több európai országban vezetnek be kijárási tilalmat, vagy korlátozzák az emberek mozgását, hogy ezzel is akadályozzák a koronavírus terjedését. Az eddigi tapasztalatok szerint az első napokban általában betartják az emberek az előírásokat, később viszont már lazul a fegyelem. Olaszországban például egy nap alatt 13%-kal nőtt az intézkedéseket megszegők aránya, miközben ugyancsak egyetlen nap alatt minden eddiginél többen 475-en haltak meg. Rendőrségi drónok figyelmeztették a spanyolokat a kijárási tilalom betartására Madridban. A szigorú óvintézkedést vasárnap vezették be, miután egyetlen nap alatt csaknem duplájára nőtt a koronavírus járvány halálos áldozatainak száma. A spanyolok a jelek szerint komolyan veszik az előírásokat. Madridban szerda délelőtt csak a fertőtlenítést végző egészségügyi csapatok járták az utcákat, elvétve bukkant fel egy-egy járókelő. Franciaországban 100 000 rendőr ellenőrzi a keddéltől érvényes óvintézkedések betartását. A kollektív karanténként emlegetett kijárási tilalom megszegői akár 46 000 forint értékű bírságra is számíthatnak. A franciák csak is halaszthatatlan ügy miatt hagyhatják el otthonaikat. Én nagyon komolyan veszem az ellenőrzéseket. Fontos az óvatosság. Szerintem, ha mindenki felelősen viselkedik, akkor gyorsabban túl leszünk az egészen, mondta egy párizsi nő. Az elmúlt hétvégén Párizsban még tele voltak a parkok. Fiatalok, idősek, családok élvezték a tavaszi napsütést. Közben 3 nap alatt 2-szeresére nőtt a fertőzöttek száma. Ezután döntött a kormány a szigorú korlátozás bevezetéséről. Belgiumban szerda déltől korlátozzák a kijárást, egyelőre április 5-éig. Brüsszelben üresek az utcák, az itt élők többsége egyetért az intézkedéssel. Ez a személyes szabadság és a szabad mozgás korlátozásának sajátos keveréke, de szerintem szükség van rá, ha nem akarjuk, hogy itt is az történjen, mint Olaszországban, vélte egy brüsszeli férfi. Belgiumban a szupermarketekbe a nyitás utáni első órákban csak a 65 évesnél idősebb vásárlókat engedik be. A járvány kitörése óta ugyanis az emberek pánikszerűen halmozzák fel az alapvető cikkeket, ezért szinte mindig tömeg van a boltokban, ami kedvez a fertőzés terjedésének. Ezért egyre több országban vezetik be az idősek óráját a nagy élelmiszerláncok. Nagy-Britanniában viszont általános megütközést keltett, hogy a járvány ellenére vasárnap futóversenyt rendeztek egy délnyugat-angliai városban. Bár a kontinenshez képest a Szigetországban egyelőre lazábbak az óvintézkedések, a sajtó, a politikusok és a közvélemény súlyos felelőtlenséggel vádolja a félmaraton szervezőit és a rajtoz álló több mint 6000 futó. Floridában is tele voltak a strandok az elmúlt napokban. Hiába javasolta az amerikai kormány, hogy az emberek kerüljék a tömeget és ne tartsanak népes összejöveteleket. Miamiban több ezer diák gyűlt össze a hagyományos tavasz köszöntő partikon. Ha megbetegszem, hát megbetegszem. Senki nem fog megakadályozni a bulizásban. Több mint 2 hónapja erre készülök. Ha bezárják a bárokat, majd találunk más megoldást, mondta az egyik diák. A turista központban keddestétől korlátozzák a bárok és szórakozó helyek nyitvatartását. A koronavírus már minden amerikai államban terjed.
Itthon 58-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. Az adatok is azt bizonyítják, hogy a járvány a második szakaszához érkezett Magyarországon, amikor az egyedi fertőzések után már megkezdődött a vírus közösségi terjedése. Az új betegekkel együtt összesen 9 iráni, 1 brit, 1 kazah, valamint 47 magyar koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván. Magyarországon van és lesz is elég élelmiszer, ezért nincs szükség pánikvásárlásokra, erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Györfi Balázs arra emlékeztetett, az ország bőven képes az önellátásra az alapvető élelmiszerekből. A magyar termelők pedig a jelenlegi helyzetben is folyamatosan képesek biztosítani a lakosság számára szükséges mennyiséget. Több hazai malomba és külföldre is szállít búzát, illetve kukoricát ez a nyíregyházi cég. A vezetője szerint nem kell tartani attól, hogy idén hiány lesz lisztből. Részben azért, mert a határokon bevezetett szigorítások miatt itthon marad a gabona, részben pedig azért, mert a malmoknak több hónapnyi tartalékuk van. Nem is értem, hogy miért szalad mindenki lisztet vásárolni, tehát Magyarországon 100% biztos, hogy lesz elég liszt. Ugyanez van a kukoricával is, tehát bőségesen vannak a raktárokban. Ez már az egri malom, ahol megfeszített munkával dupla műszakban dolgoznak az őrlésnél és a csomagolásnál is. A malom vezetője azt mondja, az emberek most kétszer-háromszor több lisztet vesznek, mint általában. Szerinte feleslegesen, hiszen még így is szeptemberig elegendő készletük van. A lisztet folyamatosan gyártjuk, dupla műszakot állítottunk be. El tudjuk látni a partnereinket, ömlesztett liszttel, zsákossal, kiszereltel. Ezeket a felvételeket már az egyik hazai kereskedelmi lánc szegedi raktárában rögzítették. A képeken látszik, szinte a plafonig állnak az eladásra kész élelmiszerek. Ebben a sárvári csirkefeldolgozó üzemben is megfeszített munka folyik. A cég vezetője azt mondja, ahogy eddig, ezután is ki tudják szolgálni a boltokat. Eddig is a belföldi piacokra koncentráltunk, és most, hogy ez a helyzet kialakult, így még inkább a belföldi partnerek kiszolgálása számunkra az elsődleges. Az Agrárkamara most arra kéri a vásárlókat, ne halmozzanak fel otthon lisztet és húst, mert van és lesz is élelmiszer Magyarországon. Itt Magyarországon nem élelmiszerhiány lesz nagyon rövid időn belül, hanem mivel egy exportorientált élelmiszergazdaságunk van, az exportpiacok beszűkülése miatt valószínűleg inkább termék többlettel kell majd számolni az ágazatnak. De nyilván ezt meg fogjuk oldani, de én azt látom, hogy a lakosságnak mindenképpen kell üzenni azt, hogy nincs szükség túlvásárlásra. Felmérések szerint a kiskereskedelmi forgalom már napok óta eléri az évvégi ünnepi vásárlások mennyiségének másfélszeresét. Szakemberek ezért azt hangsúlyozzák, a boltok polcain és hűtőszekrényeiben nem azért van kevesebb élelmiszer, mert elfogyott, hanem azért, mert nem győzik a szállítást ekkora kereslet mellett. És nem csak élelmiszer, de gyógyszer is van elég. A patikusok szerint semmi szükség nincs a spejzolásra, mert a gyárakban, a nagykereskedőknél és a raktárakban is van bőven utánpótlás. A folyamatos ellátás érdekében viszont arra kérik az orvosokat, hogy a 3 havi adag gyógyszert ne egyvényre, hanem 3-ra írják fel. Kézfertőtlenítőt készítenek ebben a budapesti patikában. A gyógyszerész azt mondja, nem várnak a gyártókra, az egészségügyi világszervezet ajánlása szerint maguk készítik. A gyógyszerek ilyen ládákban érkeznek. A járvány megjelenése óta szinte mindenből 3-szor több fogy, mint általában. De a polcokon nem azért van kevesebb gyógyszer, mert nincs, hanem azért, mert a patikusoknak nem jut idejük a feltöltésre, annyian állnak a sorban. Ebben a budapesti patikában egyszerre 3 vásárlót engednek be, a többieknek kint kell várakozniuk. Sárosi György azt mondja, a járvány megjelenése óta a krónikus betegek több havi adagot váltanak ki, de sokan vannak olyanok is, akik több évre elegendő C-vitamint és lázcsillapítót kérnek. Ez most rendszeres, de ilyenkor igyekszünk az embereket önmegtartóztatásra buzdítani, és megpróbálunk velük kommunikálni, hogy hagyjanak másoknak is, és ne spájzoljanak, mert nincs erre semmi ok. A gyógyszerészi kamara elnöke ezért arra kéri a vásárlókat, hogy a víny nélkül kapható elsősorban megelőzést szolgáló készítmények esetében ne halmozzanak fel készleteket, mert most is a jövőben is folyamatos lesz a patikák ellátása. Van a raktárakban gyógyszer, nagy kereskedőknél is, gyárakban is, hogyha egy kicsit tudjuk tompítani a gyógyszertárakra háruló nyomást, akkor ezzel a gyógyszertári készletek utánpótlását fogjuk tudni segíteni.
Hankó Zoltán a vásárlók mellett az orvosoktól azt kéri, hogy a receptek felírásának módjával segítsék a munkájukat, például a 3 havi adag gyógyszert ne egyvényre, hanem 3-ra írják fel. Az MSZP kezdeményezi, hogy a jelenlegi 3 hónap helyett legalább 9 hónapig járjon munkanélküli segély a koronavírus járvány miatt munkájukat elvesztőknek. Kunhalmi Ágnes, a párt országgyűlési képviselője azt sürgette, hogy a segély összege minden esetben érje el a 100 000 forintot. Ha valakit elbocsájtanak a kis- és középvállalkozói szektorban, vagy egyéni vállalkozóként egyszerűen nem tudja fizetni saját maga után a járulékait, és nem tud bért sem adni saját magának, akkor senkinek az országban nem lehet 100 000 forintnál kevesebb a munkanélküli segélye. És ez ne 3 hónapig tartson, hanem 9 hónapig tartson. A Demokratikus Koalíció szerint a kormánynak Kínából kellene védőfelszereléseket beszereznie. Olá Lajos, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondta, Kínában lélegeztetőgépek és gyors tesztek is rendelkezésre állnak, valamint maszkok is, amik szerinte akár már a hét végére is megérkezhetnének Magyarországra. Azt kérjük a kormánytól, hogy haladéktanul tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy végre orvosaink, nővéreink, az egészségügyben dolgozó minden ember megfelelő maszkot kapjon. Szeretnénk tovább, hogyha végre a gyógyszertárakban is lenne maszk kapható, ráadásul nem elszabadult áron, hanem hatósági áron. A Jobbik arra hívja fel a figyelmet, hogy az egészségügyi védekezés mellett gondolni kell a gazdasági válsághelyzet kezelésére is. Gyöngyösi Márton úgy fogalmazott, a párt által kidolgozott 5 pontos csomag segíthet túlélni azt a gazdasági krízist, amelyet a koronavírus okoz. Azonnali hatállyal állítsák fel a magyar munkahelyvédelmi alapot. Garantálják az állami alkalmazottak bérkifizetésének zökkenőmentességét. Függesszék fel a jelzálók hitelek törlesztési kötelezettségét. Vezessenek be számlafizetési moratóriumot, és maximalizálják a védekezés szempontjából legfontosabb termékek árát. Az LMP folyamatos szűrést, lázmérést és tesztelést javasol a munkahelyeken. Keresztes László Lórend azt mondta, cseh példára kötelezővé kellene tenni a maszkviselését a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban, valamint a közintézményekben. Gazdasági javaslatai is vannak a pártnak. Elbocsátási moratóriumot javaslunk a közintézményekben, próbaidősökre is érvényesítve. És az állam által fizetett távolléti díjat javaslunk bevezetni azoknak a dolgozóknak, akiknek otthon kell maradni, hogy a gyermekeikre vigyázzanak. És nagyon fontos intézkedésként javasoljuk, hogy az egyéni és a kis és közepes vállalkozások számára adó- és járulékfizetési kötelezettséget függesszék fel. A Párbeszéd szerint a magyar milliárdosoknak fel kellene ajánlani a vagyonuk 1%-át. Barabás Richárd, a párt szóvivője azt mondta, a vagyonok 1%-ából olyan szolidaritási alap jöhetne létre, amiből támogatni lehetne az időseket vagy a rászorultakat. Emellett segíthetnék az egészségügy és a diákok helyzetét is. Támogassátok a járvány elleni küzdelmet. Támogassátok azt, hogy az emberekhez megfelelő higiéniai eszközök, megfelelő minőségű maszkok, készfertőtlenítők jussanak el. Támogassátok azt, hogy a gyerekek a digitális oktatás keretében megfelelő eszközökön tudjanak tanulni. A Mi Hazánk elnöke videóüzenetében arra kéri a polgármestereket, hogy ne éljenek vissza a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel. Torockai László, aki maga is polgármester, arról is beszélt, hogy a kormánynak azonnal hatósági árat kellene bevezetnie a készfertőtlenítőszerekre, a védőfelszerelésekre, valamint az alapvető élelmiszerekre. Arra kérem Magyarország kormányát, hogy ebben a vészhelyzetben most különösen figyeljen oda az állami szféra dolgozóira. Lássa el őket védőfelszereléssel, készfertőtlenítővel, nem tud az állam működni, egészségügyi dolgozók, rendőrök, vagy éppen postások, vagy vasutasok nélkül. Ismét olyan cikkek jelentek ma meg az Indexen és a 24.hu-n, amelyek sokakban félelmet, akár pánikot kelthetnek. Egy kutatásra hivatkozva mindkét portál arról írt, hogy Iránban akár 3,5 millióan is meghalhatnak, hogyha nem tartják be a kormány utasításait. A 24.hu szerint nem pánikkeltő tudományos kutatások tényszerű ismertetése. Közben az Index és a 444 a koronavírusra hivatkozva kezdett pénzgyűjtésbe saját maguknak.
3,5 millió iráni is meghalhat a legrosszabb esetben, ezzel a címmel közölt cikket szerdán a 24.hu. Az írásban az egyik iráni egyetem kutatására hivatkoznak, amelyben az áll, ha az irániak együttműködnek a kormánnyal és követik az útmutatásokat, akkor 12 000 halhatnak meg a koronavírusban. Ha csak korlátozottan követik a szabályokat, akkor 110 000 halálos áldozata lehet a járványnak. A legrosszabb esetben pedig, vagyis ha az irániak semmibe veszik a teheráni kormány rendelkezéseit, akkor júniusban csúcsosodhat ki a járvány, és akár 3,5 millióan is elhunyhatnak. Megkerestük a 24.hu-t és az online portál kiadóját, hogy megtudjuk, nem tartják-e pánikkeltőnek a címválasztást, és nem éreznek-e felelősséget egy ilyen hírközlésekor. A 24.hu válaszában azt írta, nem tartják pánikkeltőnek a tudományos kutatások és munkák tényszerű ismertetését. Nem csak a 24.hu írt több millió iráni ember várható haláláról. Az Index is nagyon hasonló címet adott a cikkének. Iránban 3,5 millióan is meghalhatnak a koronavírusban. Az írás a The Guardian nevű brit napilapra hivatkozik, amely szintén az iráni egyetem kutatására alapozza állítását. Az Index a cikk alján pedig arra kéri olvasóit, hogy támogassák a portált, hogy idézzük, ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassanak. A koronavírusra hivatkozva kér pénzt az olvasóitól a 444.hu is. Azt írják, vannak olyan időszakok, amikor kulcsfontosságú, hogy mindenki gyorsan megbízható információkhoz juthasson. Úgy folytatják, azon vannak, hogy segítsenek eligazítani olvasóikat a bizonytalan helyzetben, ezért a támogatásokat kérik. Az Origo szerint az Index a koronavírusra hivatkozva próbál tarhálni az emberektől. A portál szerint ez azért érdekes, mert egy olyan helyzetben akarnak, idézem, tarhálni az emberektől, amikor súlyos gazdasági nehézségekkel kell hamarosan szembenéznie Európának. Az említett médiumokat az elmúlt időszakban többen amiatt kritizálták, hogy gyakran hatásvadász a köznyugalom megzavarására alkalmas cikkeket jelentetnek meg. Az Index múlt héten, miután bejelentették, hogy egy időre bezárják az iskolákat, egy cikket közölt azzal a címmel, kirúghatják azt a szülőt, aki hétfőn az iskola bezárás miatt nem megy bedolgozni. A cikkben később sehol sem említették, hogy kirúgás járna a kimaradásért. A címben mégis nagybetűkkel ez szerepelt. Különös érvényel egyébként 444-re és néhány társára. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell okosabbnak lenni, mint a járványügyi szakemberek. Tehát azt kérem önöktől, hogy ne szenzációt keressenek. A koronavírussal kapcsolatos kommunikációért felelős akciócsoport vezetője az Operatív Törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján a 444 kérdésére arra szólította fel a portál és más oldalak munkatársait, hogy hagyják abba a rémhírterjesztést. A koronavírus miatt a duplájára nő a vallási közvetítések száma a Duna Televízióban és a Kossuth Rádióban. Az elmúlt hétvégén már közvetítettünk katolikus misét és protestáns istentiszteletet a közmédia délutáni sávjában a Dunavördön és a Kossuth Rádióban. Ezentúl pedig vasárnap délelőttönként lesz látható a Duna Televízió történetében először mind katolikus mise, mind protestáns istentisztelet. A vasárnapi közvetítések mellett minden hétköznap a Duna Televízió egy 10 perces napi áhítat jelentkezik 7:30-tól, amelyben az adott naphoz kapcsolódó bibliai részlet felolvasását egy rövid biblia magyarázat követi majd. A napi áhítat adásának ismétlése 19:50-től a Kossuth Rádióban lesz hallható. A Hortobágyi és a Kiskunsági Nemzeti Park élővilágát mutatja be az M5 csütörtökön reggel a Felsős című műsorában. A közmédia kulturális csatornája minden hétköznap reggeltől estig oktatási tartalmaival segíti az otthon tanuló diákokat. Az iskolákban oktatott valamennyi főtantárgy megtalálható a csatorna kínálatában. A felsősök mellett érettségizőknek és a nyelvtanulóknak is előállítanak tematikus műsorokat. A közmédia azt szeretné, hogy minél szélesebb tömegekhez eljussanak az oktatási anyagok. Ezért a mai naptól a Digi és az Invitel analóg előfizetőinek is elérhető az M5 csatorna. Idén további 2,2 milliárd köbméternyi földgáz tud Magyarország vásárolni a Gazpromtól, ezáltal az ország gázellátása erre az évre teljes mértékben megoldódott. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter, miután az orosz külügyminiszterrel tárgyalt Moszkvában. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a jövő évre is már 1,5 milliárd köbméter földgáz szállításáról van megállapodás. Hozzátette, megkezdődnek a tárgyalások a jövő évi mennyiség 4,2 milliárd köbméterre növeléséről is.
2021 végétől reális, hogy Magyarország már délről a török áramlat gázvezetéken keresztül is vásárolhat gázt. Az ehhez szükséges első lépés, ugye 15 kilométernyi csővezetéket építünk a magyar-szerb határtól a nemzeti vezetékrendszerig, amelynek nyomán 6 milliárd köbméternyi gázszállítási lehetőség nyílik meg évente.